Ennek a mostani sportpályának a helyén egy meglehetősen romos ház állt, amelyet felújítani már nemigen volt érdemes. Ugyanakkor nagy szükség volt egy ilyen közösségi térre, hiszen a szomszédban működő Lakatos Mennyért általános iskola és gimnázium tanulóinak is szűkös a sportolási lehetősége a falakon belül, így az ő érdekeiket is szolgálta ez a sportpálya, valamint a szomszédban lévő kesztyűgyár, amelynek egész éven keresztül fantasztikusan széles skálán mozog a programja, nekik is nagyon hasznos, hogy legyen egy ilyen sportpályájuk. Erre az önkormányzat 3,6 millió forintot fordított, kifejezetten önkormányzati pénzből, azért, hogy a kesztyűgyárba járó nyári napközis táborban résztvevő gyerekeknek a legkulturáltabb és a legegészségesebb körülmények közötti mozgás lehetőséget tudjuk biztosítani.